Arról kérdeztük városunk lakóit, milyen fogadalmat tettek az új esztendő indulásakor, mennyire hisznek a fogadalmakban, hiedelmekben, és mit gondolnak arról, hogy milyen év elé nézünk. Utcai riportjaink következnek. Volt-e valami, amit megfogadott erre soha az évre? Semmit nem fogadtam meg még. Mióta meg vagyok, és közel 80 éves vagyok. Nem fogadtam meg semmit. Mi ennek az oka, hogy ön nem tesz fogadalom? Mindig tudom, hogy mit csinálok, ennyi. És mit érhetek el, ennyi. Ezzel meg is vagyok elégedve. Milyen év elé nézünk ön szerint? Azt hiszem jobb, mint a tavalyi volt. Jobb lesz talán. Most már itt vannak az oltások, a védőoltások, itt lesznek. Az eleje már itt van. Remélem túl leszünk ezen a járványon. Új évi fogadalmakról ön fogadott-e meg? Nem szoktam fogadni. Mi ennek az oka? Miért nem? Hát nincs értelme. Én élem az életemet, úgyse tudok mit tenni ellene. Úgyhogy, ami szépen jön sorba, megpróbálok. Nagyon takarékosan, egészségre vigyázva, szeretetbe, és ennyi. Ön mit vár ettől az évtől? Hát jobbat, mint ami eddig volt. Én nem szoktam. Mi ennek az oka, miért nem? Hát én már 72 éves elmúltam, és hálás vagyok annak, hogy eddig élhettem. Különösebben rossz tulajdonságaim és szokásaim nincsenek. Családomnak élek. Nem dohányzom. Nem. Mit vár ettől az évtől? Ó, először is azt, hogy ezt a maszkot levegyük. Azt, hogy minden beteg meggyógyuljon, ismerős, ismeretlen, és egy kicsit vidámabban élhessünk, átölelhessük a gyerekeinket, az unokáinkat, az ismerősöket, akiket régen nem láttunk, úgyhogy egy nagy-nagy lelki felszabadulást várok ettől az évnek a végétől előbb. Nem igen lesz, úgy gondolom, ahogy figyelem a híreket. Talán nyár vége, ősz eleje, amikor valamelyest felszabadulhatunk, természetesen csak akkor, hogyha az emberek nagy része megérti azt, hogy védekezni kell, és igen, azt az oltást, azt bizony mindenkinek igényelnie kell, és meg kell kapnia. Más megoldás nincs jelen pillanatban, hogy aztán a tudomány majd valamikor fejlettebb lesz, vagy nem lesz, de jelen pillanatban én ezt így gondolom.